137 ifjú úszó vetette magát a vízbe a hétvégén Mátészalkán. A település harmadik alkalommal adott otthont az úszás diákolimpia megyei döntőjének, az első és második korosztály számára. A verseny nem csak a megméretetésről szólt, hanem a sportág népszerűsítéséről is. Fontos, hogy a gyermekek már igen fiatalon megszeressék azt, és elkezdjenek az úszással foglalkozni, ha később komolyan is ezt a sportot kívánják űzni. Babaúszáson is voltam, utána pedig elkezdtem a viskoromban úszni, de utána abba hagytam, de most megint elkezdtem, és a Széchenyi iskolában második osztályban kezdtünk el úszni, de már azelőtt is úsztam. Két éve még egyáltalán nem vett részt Mátészalkai úszó a versenyen, tavaly pedig csupán egy sportoló képviselte a várost. Idén viszont már a Mátészalkai MTK nemrég alakult úszó szakosztályának több versenyzője is indult. Jelen pillanatban, tehát ma itt a 137 gyerekből 9 már Mátészalkai, 4 iskolából, de nyilván nem ennyien úsznak, hanem szinte minden gyerek úszik, csak 9 gyerek már olyan eredményeket ér el, hogy a megyei diákolimpia döntőjén képes elindulni. És a mai nap kaptam a hírt arról is, hogy megszereztük az MMTK úszó szakosztálya a licencet arra, hogy országos versenyen is nevezhessünk, részt vessünk. Csak a nagyságrendet érzékeltetném, Nyíregyháza és Nyírbátor után mi vagyunk a harmadikok az egész megyében, akik ezt be tudják vállalni. A megyei döntők mellett azonban egy nagyobb finálénak is helyet biztosít majd idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ebben az évben 2018-ban is egy nagyszabású, talán a legnagyobb döntőt rendezhetjük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, összevont labdajátékok döntőt, ahol 1200 gyereknek a sportolását kell majd megoldani kézilabda, röplabda, kosárlabda és labdarúgás szakágakban. Baracsi Endre azt is elmondta, bízik abban, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is sikeresen rendezik majd meg ezt a döntőt. A 2017-es összevont labdajáték diákolimpiai országos döntőjének a rendezéséért, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület nemrégiben a Magyar Diáksport Szövetség elismerését vehette át.